T-Denynek kijött egy új zenéje, az a neve, hogy Akárki. Akárkit megdug, vagy mi? Eztem. Ez... Mi az, hogy Akárki? Neki Akárki jó. Lack of a better word. Be there. És a királyból leszek paraszt? Hallott Tamás? Az se rossz. Az se rossz. Akkor lehet milliómosnak lenni, hogyha először megcsináljuk a szaros munkát, vágjátok? Amúgy ezt megosztom, srácok, én magamról. Én 15 évesen, hogy ruhát tudjak venni magamnak, hogy jól nézek ki suliba, elmentem dolgozni nyáron építkezésre. Építkezésre elmentem dolgozni, és nagyon jó élmény volt. Jókat hülyéskedtünk a srácokkal, meg ott nagyon jó volt a örök élmény marad a... Nagyon jó volt a munkakörnyezet, stb. Meg örök ilyen sztorik vannak abból, szóval én azt mindenképpen ajánlom nektek, hogyha szeretnétek valamit nyomatni. Hát a legegyszerűbb az, hogy elmentek valami építkezésre, érted? Már 15 évesen, vagy 14 évesen már azért van annyira fizikai erőt, hogy el tudtok menni tologatni valami talicskát, vagy valami. Azt akkor kaptok, mit tudjam én, 200k-t. Én ott voltam, úgy volt, hogy reggel 7-re kellett menni, és este 5-kor végeztünk, szóval ilyen 12 órában ott voltam, minden nap, tűző napon. Azt abból vettem gépet, arnó, abból fejlesztettem, meg ruhákat. Mert nem akartam, hogy anyáik vegyenek. Bro, ő ír rám, azt nem ír vissza, érted? Hihetetlen az ember. Már felrakta a videót? Mit keresek akkor az indexképbe? Tesó, mit keresek az indexképbe, hogyha nem is írtam vissza? Hát azért tudja, hogy kire kattintanak az emberek, nem azért mondom. Tesó, tudja, hogy kire kattintanak. Krisz, mit keres ott? Hát Krisz már nem is él, lehet. Azt gondolj bele, nem tudjuk, hogy mi van Krisszel, lehet, hogy már meghalt, azt clickbaitre felhasználja. Tesó. Azért ez... Istenem. Vannak határok. Mi van, hogyha deportálták Kriszt valami munkatáborba, vagy valami? Nem lehet tudni. Küldünk neki akkor egy hangüzenetet. Szia, Szán! Bocsánat, hogy nem tudtam nézni a Discordot, nagyon elfoglalt voltam. Hát, mondtam, hogy körülbelül egy hónappal előre írjál már, vagy a menedzseremet keresd, tudod a számát, és akkor tudunk egyeztetni. Nem voltam elérhető nekem, be vagyok táblázva egész nap. Reggel 9-től edzés, előtte fel kell kelni, tudod, reggeli rutin, be kell nyomnom a séket, akkor megyek én egyetemre is, mert oda is járok, bro. Nem csak vakarom a seggem, enni kell szintúgy, mert tömegelek is emellett, streamelek, minden kedden és szerdán intézem a streamet, emellett még most volt másfajta dolog is, és még emellett van életem, magánéletem, és légy szíves, gyere, akkor írj vissza, és akkor valamit intézzünk már, mert ez nem maradhat levegőbe, mert szerintem szétbaszálok. Várjál, belépek egy olyanba, hogy egy véletlenszerű opponentet adjon, de azért megmutatom, hogy... Várjál, mi a szar? Mi a szar? El van állítva a beállításom? Mi? Valamit elállítottak? Vagy mi? Mi van itt? Valami el van állítva, chat. Ez mi volt? Várjatok, ledroppolt az FPS-em. Mi a szar? Ezt láttátok, chat? Hát... Istenem, figyeld!
szétbasznám szám. Most bocsánat. De ezt csak így lehet kifejezni. Sorry. Mi fasz? Pupis? Ez egy kisgyerek? Bro, please speak. Bro, speak. What speak? How old are you? 13. Again? Sorry, I couldn't hear. 13. Like 1 and 3? Yes. So you were born after 2010? No, I was born at 2010. Sorry, I slipped. Okay, come. Ezt a videót közösen csinálom a Foodórával, ugyanis a Foodóra összeállt Budapest sztár éttermeivel. Foodóra, tesó, úgy imádok enni. Van egy haverom, úgy hívják Ice. Egyfolytában rendelget kaját, pedig csórók vagyunk, érted? Nincs pénzünk azért annyi, hogy rendelgessünk. Szponzoráljatok már, könyörgöm. Két okos Twitch. Imádunk. Olyan kampányt összeraknánk, hogy leszakad a szív. Bazilika. Bazd meg, azt értem, buzilika. Tesó! Hey, jó! Mondjuk az se egy rossz dolog. De ez nem a bazilika. Azt mi van, ha azt írom be, hogy buzilika? Hú, azt hittem most bannoltatom magam a Twitchről, de nem baj. Szoktak ilyen egyszerű szituációk lenni. Kajak, hogyha kiadta volna a buzilikát, akkor az... Insta ban. Adios amigos. Majd aztán a videó legjobb megérkezett a helyszínre. Bemutat ez a vár rá? Vár rád! És hogy miért ez a ne... Vár rá! Vár rá! Végre! Kva életbe már! Vár rá! Vár rá! Vár rá! Vár rá! Már! Vár rá! Vár rá! Szerinted nyerni fogok? Én szerintem igen. Vegyed! Shiloh Slide Aladdin papucs ott van a helyén, azért nem azért mondom, de mi a f***? Az meg a f***a nem fér bele a gatyába. A 110 kilós Clark Kent fizimiskájú ember kénk egészen Nagy-Britanniában repült ide, hogy megmérje. Mi az, hogy azt néztem? Chat. De most baj, hogy... De érted?